1526 egy olyan dátum a magyarságnak, ami évszázadokra vezethető vissza, és tragikus következményeket vont maga után. Az egykori nagy magyar királyság a török hódoltság végére egynegyedére csökkent lakosságában, és kőkövön nem maradt ezen a tájon. Ezért is olyan nagy fontosságú, hogy a ásatások legalább valamit keveset vissza tudnak hozni abból a világból, ami addig itt virágzott. Szerencsésebb tájakon állnak a gótikus katedrálisok, itt már csak annak kövei vannak, amelyről egész bizonyosan Tomori Pál is elindult a mohácsi csatába. Ezt az évfordulót sajnos nem igazán szokták ünnepelni Magyarországon, az érsek úr elmondása szerint azért, mert a tragikus eseményt felidézve még bánatosabbak lettek az emberek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mi ne emlékezzünk meg azokról, akik életüket adták a kereszténységért és hazánkért. Itt látható gyönyörű, szép Tomori Pál szobrot 1938-ban Füredi Richárd készítette, és az akkori tábori püspök Szadravec szentelte föl. A szobor vándorolt itt a városban is, és már remélhetőleg végső helyén van a templom oldalán, amelynek alapjai, mint ahogy említettem, ő maga, vagy a padozatár ő maga is járhatott. Tomori Pál a magyarok számára az az ember, aki az áldozatvállalást annak legmagasabb fokán érte el. Ferences szerzetesi öltözékét megtartva ment csatába, ahol életét vesztette, épp így rengeteg püspök, pap, vitéz, főnemes, akik vele együtt hősi halált haltak. A rendezvényen dr. Bábel Balázs érsek ünnepi beszéde után egy megható vers következett, melyet a koszoruk elhelyezése követett. Este 6 órától a hívek a Főszékes Egyházba vonultak, ott tisztelegni tovább az 1526-ban elesettek tiszteletére.